Hol a hölgy? Eltűnt a szobájából. A hölgy az imént ült taxiba is hajtatott a vasútállomásra. Az utolsó pillanatban, és ennek te vagy az oka. Mi a fenének kellett idejönnöd? Még neked áll feljebb, miután elhaláztad az orrom elől. Én haláztam el, tegnap előtt még nem is ismerted. De szakított veled, és tulajdonképpen velem jött ide Füredre. Köszönöm a csodálatos estét, uram. Még nincs vége, asszonyom. Jaj, ha jól emlékszem, utoljára szerelmünk hajnalán vittél a Grincingbe vacsorázni. Jellemző a férjedre. Drága voltál. Nem is sejtettem, hogy ilyen aranyosan is tudsz mulatni. Látod? Még téged is érhetnek meglepetések. Jó estét kívánunk! Ez itt a Széles Vásznú Történelem, és egy szatirikus filmvígjáték lesz a mai filmünk, a Verébis Madár 1969-ből, amelynek rendezője Hincs György, operatőre pedig Hildebrand István, és itt van már velünk a stúdióban Medvecki Ilona táncművész. Köszönjük szépen, hogy itt van velünk. Jó estét kívánunk! Jó estét, jó estét mindenkinek! A mai film, a Verébis Madár, az tulajdonképpen akkor forgott 1968-ban, amikor egy picit kegyeskedett a Kádár rendszer a Gyeplőn engedni, és ez érződött is szerintem a filmen. És az is érződött, hogy a kelet-közép-európai országokban nem igen mutathatták be. Tehát a tiltó listán volt. Magyarországon látta 6 millió ember, egyébként meg tiltó listán volt. De ami talán ennél is érdekesebb, hogy olyan kulisszákat mutatott meg ez a film, ami azért nem volt szokványos az átlagpolgár számára, striptease bár, dollárbolt, vagy éppen az épp nem igazán, az életben nem igazán létező dollárért beengedő strandok, állítólag ilyen nem is volt a Balatonon. Nem volt. De amit még itt a bejátszóban is láttunk, az a bizonyos Ford Thunderbird, az a kocsi. Hogy került az autó ebbe a filmbe? Hát a történet úgy kezdődött, hogy fölhívtak a gyártástól, a MA filmtől, és közölték, hogy ezt a kocsit, már mindenki tudta, hogy birtokomban van, hogy ezt ők szeretnék, hogyha egy forgatásra odaadnám. És hát mondtam, ez rendben van, odaadom, de én nem hagyom ott egyedül, hogy a kabos vezethesse, szeretnék a kocsi mellett ott lenni. Hát mondták, semmi akadálya, kaptam egy fix összeget, és ott maradtam a kocsival. Így indult az egész. És aztán hogy lett ebből szerep? Igen, hát szerep. Ez az egésznek a lényege. Hogy is mondjam, már sajnos nem él egyikük se a Hildebrand István, se a Hincs György, sem a Kálai Pisti. Ők mondhatnák meg, hogy tulajdonképpen semmi közöm nem volt ehhez a filmhez, azon kívül, hogy adtam a kocsit. Igen ám, de ha már ott voltam, akkor a Kálai Pista írt rám egy szerepet a filmnek az utolsó negyedében. Na most ezt ők állították első perctől kezdve, hogy ez nem így van. Ők velem kalkuláltak, és ők rám írták a szerepet, de ez nem így volt. És miután ott voltam kaporra, ebből kifolyólag kaptam meg ezt az utolsó nyúlfarknyi pármondatos amerikai feleség szerepet. De semmi közöm nem volt a filmhez. Ők kiterpesztve mondták, de igen, mi beírtunk a filmbe. De azért lett ebből egy nagyobb szerep, hiszen... Hát én nem szándékoztam. Igen, én nem hittem annak, hogy hát a Piros Ildikő egy csoda gyönyörűség, hogy nem vele hirdették a plakáton, máskülönben elhoztam egy képet a nagy plakátról lefotózva, de én a kis mobilommal, ha érdekes, tehát a két kabos a lábam között néz át egymásra morcul. Nem tudom, hogy lettem én idézőjelbe a filmnek a reklám arca, mert álmomba nem jutott. Nézzük meg egy koreográfiát, az Éjszakai Bár a Hotelben, az úgynevezett valutás striptease bár. Ez következik most. Bye.
komoly értekezést folytattunk arról, hogy egy táncművész, amikor egy nem táncost lát, ugye egy koreográfiát előadni, akár egy filmen, hát ott azért nagyon magas a kritikai elvárás, és egyáltalán az elvárás, ami teljesen érthető. Beszélgessünk erről a hölgyről, és arról, hogy hogyan is kellett megtanítani őt gyakorlatilag, hogy kecsesen, légiesen mozogjon ebben a ruhában, hogy hogyan vegye le a kesztyűjét. Ugye ezek azért nagyon érzékeny pillanatok voltak. Nagyon nehéz elmondani, illetve szavakat találni arra, hogy én mit szenvedtem ebben a kislányjal, akinek gyönyörű volt a cicije és az arca. És miután nem én választottam, de amikor sor került rá, akkor örülök, hogy őt választották, mert ő tánckari tag is volt mögöttem. Hát megmagyarázni azt, az erotikát, hogy hogy nézzen valaki egy kamerába, akit meg akar hódítani, tehát lényegében a kamera az a partner, vagy a nézőközönség, vagy hogy hogy vegyen le egy kesztyűt, hogy mi az, hogy erotika, és hogy húzza le, és ugyanez a harisnyánál, vagy hogy menjen oda a vendéghez, hogy húzza le a cipzárját. Vért izzadtam bele. De hogy lehet egyébként egy nem feltétlenül olyan profi táncost, mint ön, hogy lehet jól megtanítani azért egy forgatásra, hogy abban a pillanatban, abban a koreográfiában ő azért valamennyire hitelesen tudjon táncolni? Hát ott álltam, mint egy korbáccsal, és ha nem azt csinálta, leállítottam a forgatást egy az egybe, és addig beszéltem a kislányjal, még nem tette, hát én láttam. Én ott ültem a Hildebrand mellett, vagy pedig a kamera előtt. Amikor ment a forgatás, akkor Hincs György, a rendező, vagy a Hildebrand István, az operatőr beleszóltak abba, hogy például ebbe a konkrét jelenetbe, hogy hogyan táncoljon, vagy teljesen szabad kezet adtak önnek, hogy picit bekoreográfálja ezt a jelenetet. Az egész film alatt teljes szabad kezet kaptam, de én szinte semmit nem csináltam, csak magamat adtam a filmben. A Hildebrand olyan tehetséges operatőr volt, messze überolta még a maiakat is, esküszöm, de avval a technikát, amit akkor nem állt rendelkezésünkre, ami a mostaniaknak már rendelkezésükre áll. De ez könnyű volt, mert a Hildebrandot kiküldték Londonba, azt hiszem egy pár napos vagy hét napra, hogy tanuljon meg ezt, azt vagy amazt. Tehát messze fejhosszal az operatőrök előtt volt. És a Pista olyan hihetetlen dolgokat látott, tehát én átvettem a Pistának a lüktetését, és én tudtam, hogy ő mit akar. Tehát én láttam az ő szemszögéből azt a képet, amit a közönség vagy a rendező még egyáltalán. Szóval Hincs semmit nem mondott. Én meg azt csináltam, amit a Hildebrand instruált. Milyen érzés volt egyébként önnek táncművészként egy prózai szerepet eljátszani egy filmben? Mert azért persze az egyik oldalon azt mondja az ember, hogy művészi pálya mind a kettő, tehát ez az alapja, innen indul a dolog. De közben mégis azt gondolom, hogy távol van egymástól más értelemben a kettő. Merőben annyira távol van, hogy olyan gyorsan kaptam az egész lehetőséget, hogy vagy csinálom, vagy nem csinálom. Tehát nem volt választásom, és hát persze, hát ott vagyok, kapok 5000 forintot, hű, az rengeteg pénz volt. De kocsival együtt, de a kapos 20 000-et kapott, úgyhogy más. Mi nem is annyira pénzért dolgoztunk, maga a hivatás szeretetért. Mint táncos nő, soha eszembe nem jutott, hogy én most meg kéne villantanom, hogy a lábam ide megy, vagy pedig végzett táncművész vagyok. Nem, ezt a feladatot kaptam, és nekem azt meg kell csinálni. Van egy olyan jelenet a filmben, amikor Kapos Lászlóval együtt fekszenek az ágyon, és a csinos pesti lányok hatásáról beszélgetnek. Nézzük ezt most meg. Oké. Okay. Hihetetlen. Mondd szívem. Nem jártál véletlenül te doktor Barnardnál? Ugyan. Ő egyelőre csak szívátültetést vállal. Akkor talán a csinos pesti lányok vannak rád ilyen jó hatással. Pesti lány. Úristen. Szöszi.
Alexander! Tehát Kabos Lászlóval, hogy lehetett, mennyire tudott ő feloldódni egy ilyen intim szituációban? Milyen volt vele? Hát ő végtelenül meg volt döbbenve, végtelenül, mert minden instrukciót én kaptam, ő csak volt. Volt olyan pillanat, amikor zavarba jött? Nem. Nem, ha én elvállalok valamit, azt én vagy csinálom, vagy el se vállalom, szóval nem csinálom. Csak azért kérdezem, mert nyilván egy forgatás az egy teljesen másfajta közeg, mint amikor az ember a színpadon létezik. Szóval egy forgatásnál minden sokkal kisebbbe kell csinálni egyrészt, pláne ugye egy más terület, hiszen itt egy prózai szerepről van szó. Arról nem beszélve, hogy rengetegen vannak a forgatáson, nagyon közel. Igen. Ez az, hogy is mondjam, az ágy jelenetnél, nem ennél az ágy, a másik ágy jelenetnél látszik, hogy a Hildebrand István mindenkit kiküldött a stúdióból, az operatőröktől kezdve a világosítóig. És fölköttette magát a zsinórpadlásra egy 25 kilós kamerával, mert akkor a kamerák olyan súlyosak voltak, nem ilyen kis aranybabák, majdnem, hogy elájult, de fölülről akart engem fényképezni. És minden centiméteren beállított, én nem mertem megmozdulni, csak egy vannak képek, ahol etett egy joghurttal, ott az ágy mellett ül, hogy nem, meg sem mozdulhattam. Ő tette rám a boát, és, de a felvétel sikerült. Egyébként, amíg beszélt, eszembe jutott, hogy milyen érdekes egyfajta önbeteljesítő jóslatként is funkcionált ez a film, ugyanis mit ad Isten, nem sokkal később, ez egy kicsit bulvárosabb kérdés, ugye ha akar, akkor nem válaszol rá, de egy idő után ön is férhez ment külföldön, és egy nyugati embernek a felesége lett, a Vasfüggönytől nyugatra. Hát, de ha... akkor eszébe jutott ez a film egyébként, a 68-as film, vagy akkor ez teljesen? Azt is teljesen ösztönösen csináltam. Én Los Angelesben voltam, és megkérdezte, ja, és volt egy Eva Six nevű barátnőm, gyönyörű nő, szebb volt, mint a Marilyn Monroe, ilyen cicik, ilyen derék, és azt mondta, hogy te neked itt férhez kell menni, és akkor lesz egy amerikai állampolgárságod. Hát mondtam, jó, hát hogyha ő te ezt levezényled. Igen ám, csak én gondolkodván fölhívtam a magyar nagykövetet Washingtonba, és kérdeztem tőle, hogy mi van akkor, ha itt egy kis magyar állampolgár férhez megy, meg férhez megy. És akkor azt mondta, hogy mondja meg a magyar kis állampolgárjának, aki vendége, ez persze én voltam, ez is meg az is, hogy elveszik minden ingó ingatlanságát, nem engedi soha többé külföldre, stb. 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 Tehát mindentől megfosztottak volna. Én az első overseas gépen fönt ültem már a levegőbe, és az esküvőnek fucs, én megérkeztem Bécsbe, és ott fogadtak a pestiek, és akkor mondták, hogy majd ők férhez adnak engem. Hát mondom, jó, elém is hoztak egy, teljesen mindegy, lakatost, egy kertész, egy mit tudom én, bárki, villanyszerelőt, de azt mondta a Benczúr Vilmos névre hallgató Stadtkrugnak az igaz, a tulajdonosa, hogy menjünk el az Édenbárba. Hát nekem aztán teljesen mindegy, hova mentünk, és akkor ott én bőgtem, bőgtem, és csak bőgtem, mert haza kellett jönni, és nem volt férj, és nem volt állampolgárság. Igen ám, de akkor megszólalt a Billy, hogy na, az kell neked férjnek, és kérdeztem, hogy ki az az az? Mondta, hogy hát Wilhelm Alexander von Thurman-Taxis. És mondom, és az kicsoda? Hát egy osztrák herceg, Európa leggazdagabb ötödik embere. Na mondtam, oké, akkor rendben van. És akkor történt az, hogy odavitt a bárpulthoz, és máskülönben az illető 14 vagy 16 nyelven beszélt, magyar volt a butlerje, és kérdezte, hogy kis Ilonka, mit ér meg magának ez az állampolgárság? Mondom, mindenem, amit Bécsben van. És akkor nekem 100 000 dollárom volt
a kinti vendégszerepléseimből, aminek a százalékát én hazautaltam, de a pénzt nem hoztam haza, és az kint volt. És ebből kifolyólag mondtam neki, hogy minden, ami itt van. Másnap már az Intercontinentálba kávéztunk, hazajöttem, és két héten belül osztrák állampolgár voltam. Tehát ha lúd, legyen kövér. Így mulat egy kőbányai idézőjelbe tett, Vitrai mondta, proli lány a Szabadság egy luxus villába, amikor még 20 éves koromig laborba fürödtem. Térjünk vissza az amerikai férjhez, legalábbis egy újabb összeállítást, vagyis bejátszott nézzünk a filmből. Mi történt, Sándor? Ez a következő. Hello, öreg fiú! Ez aztán a meglepető! Hello! Azt mondtad, a hónap végéig Budapesten kell maradnod. Mi történt? Sándor. Semmi különös, csak látni akartalak. El se tudod képzelni, hogy mennyire hiányoztál. Na, hagyjuk ezt. Ne fáradd magad. Mesélj. Valami jövedelmező kis üzleti tranzakcióra bukkantál? Fantasztikus a haja. De ezt beszéltük, hogy nagyon hosszú szőkehaj volt abban az időben. Ezt gondolom, ezzel éltek a fodrászokat, a lehetőség. Persze, de a Piros Ildinek is csodálatos volt. Csodálatos. Kabossal milyen volt a forgatás? És mennyire voltak ott közelebbi kapcsolatban, szakmailag értem természetesen, annál fogva, hogy együtt forgattak? Miután sokat voltam együtt a kocsi miatt velük, a Laci egy hihetetlen, egyszerű, természetes, gátlásos, normális ember volt. Szinte ő, nekem könnyű dolgom volt, mert ő is saját magát játssza ebben az arcában. Tehát én szó szerint megerőszakolom őt, mert azt az instrukciót kaptam, hogy ne hagyjam őt, hogy elmenjen, mert föl is megy a függöny zsinóron, meg különben elbújik az ágy alá. Tehát nagyon jó volt, semmi gond nem volt, és borzasztó laza, görlülékeny volt minden forgatás, aminek a Hincs borzasztóan örült. De ezeket a 68-ban forgatt a film, 69. februárjában mutatták be, hogy hogy értékeli így több mint 50 év távlatában, mennyire dobta ez meg az ön karrierjét? Vagy pedig ez csak egy stáció volt, és aztán folytatódott minden tovább, mint az addigi kerékvágásban? Egyértelmű, ha visszagondolok, hogy a nagy közönség ez a film által ismert meg, hisz az Operaház az Állami Balettintézetből kikerülve az operába hiába kezdtem, utána alapítva a Pécsi Balettet, oda nem jut el annyi ember, és nem is jutott el, de beleértve még a Moulin Rouge-t, a Békeszállót, ami hiába volt éjszakai hely 10 órától a Moulin Rouge, vagy a Békeszálló 8 órától, vacsorázó helységként, megengedhették az emberek maguknak, hogy egy évben egyszer, kétszer, háromszor, mert normális árak voltak. De ez a film hozta meg olyan szinten az idézőjelbe tett sikert, hogy tudták, hogy ki vagyok. Lehetett volna ez egy ugródeszka, akár nyilván önnek azért volt is, de mondjuk a többi szereplőnek is a nyugat-európai karrierben, vagy ebben a Kádár rendszer azért alaposan beleszól? Hát nem tudom, hogy ki engedtek volna éj-e forgatni. Azt tudom, hogy én a nyugati vendégszerepléseimet a hivatásomban azt annak köszönhetem, hogy a Kádárnak a jobb keze volt az acél elvtárs. És az acél elvtársnak volt 3 T, a tűrt, tilt, támogat. Na most ebbe én úgy tartoztam bele, hogy én voltam a tűrt támogatott, mert annyi devizát utaltam haza, hogy megérte nekik. Medvecki Ilonának nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk és megosztotta a gondolatait. Köszönjük szépen. Most pár perc szünetet tartunk, de Dudás Viktor filmszakértő lesz második részben a vendégünk, úgyhogy maradjanak velünk továbbra is.
Köszöntjük Önöket, ez még mindig a Szélesvásznú történelem, és mondhatnám azt, hogy folytatjuk Dudás Viktor filmszakértővel, aki többek között arról fogunk kérdezni, hogy kirívó plakát, ledér, hölgyek, ugye ez mind jellemző volt erre az egészen korszakalkotó filmre. Szervusz, köszöntöm a kedves nézőket, szervusztok. Hát abszolút, és hát ugye ez egy olyan korszak volt, hogyha most belegondolunk, ugye 69, fényes szelek, eltávozott nap, fejlővés, az oroszlán ugrani készül, Hamis Izabella, tehát ez a két utóbbi film, ez olyan bűnügyi komédia, thriller, James Bond film ellehetetlenítés volt, hogy ebben a korszakban egy ilyen hangulatú film, ahol tudható volt, hogy az ország legszebb női lesznek igen ledér ruhában a filmben. A férfiak sorban álltak már a pénztáraknál jóval az előadások megkezdése előtt, hogy biztosan be tudjanak ülni a moziba ezeket a film, vagy ezt a filmet megnézni. Tehát valóban egy elképesztő reveláció volt. De azért a mesztelenségen túlmenően szerintem a másik nagy vonzó erő az Kabos László volt, hiszen ő volt a kabara tréfa csinálás mestere, tulajdonképpen az első számú kabaré tréfa csináló, de azért Kabos Lászlónak nem volt könnyű az élet, ezt azt hiszem érdemes megemlíteni, hogy ő ugye zsidó származása miatt Mauthausent, a koncentrációs tábort is megérte, 7, illetve 8 testvére volt a szüleinek, és majdnem mindenki meghalt közülük. Kabos László is éppen hogy megmenekült, tifuszosan 31 kilóval jött haza, majd utána a Vidám Színpad, milyen furcsa azért, a Vidám Színpad alapítói között üdvözölhetjük 1950-ben. És az a kérdésem, Viktor, hogy 1968-ra vajon fel tudta ezt a traumát dolgozni úgy egy színész, hogy, vagy nem is kellett, hogy feldolgozza, hanem attól jó színész, hogy ezeket mind-mind sútba tudja vágni, és vidáman tud komédiázni akkor, amikor éppen úgy kívánja a forgatókönyv. Hát én Kabosról, hogyha beszélni kell, akkor nekem mindig az jut eszembe, hogy ő volt az öntudatosan önmagát vállaló kisembernek a megtestesítő karaktere. Ugye korábbi elődje, akitől ugye egyébként ugye oldalági rokon Kabos Gyula, akitől ugye a Kabos nevet vette magára tulajdonképpen, mert hogy más nevet akartak neki javasolni, hogy azzal a névvel legyen úgymond művész. Nekem ez mindig is szimpatikus volt, ugye ez a vasmegyei gyerek vagyok, a füleim azért nagyok. Tehát, hogy neki voltak ilyen állandó visszatérő momentumai, amire ő gyakorlatilag fölépítette saját magát, hogy gyakorlatilag ő azért, hogy mások ne tudják kigúnyolni egyfajta ilyen sziránói magatartással, hogy önmagamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más tegye velem, azt már nem tűröm el. És ugye gyakorlatilag ez a darab is, ez a film is gyakorlatilag az ő karakterének íródott, hogy őt hozza minél inkább helyzetbe. Ugye ez egy olyan korszak volt, amikor az országot a színészek nagyon sokat járták, de nyilván az volt a sztár, aki a televízióban, meg a vozivászton is ott tudott lenni, és hát ugye ez a Kazal, Kabos, Kibédi a Kisfröccsöt előre kikéri, tehát ugye ezt a vidéki kultúrházasok is tudták előre, hogy amikor ők érkeznek, akkor már minden annak megfelelően kell, hogy várja a színészeket, és gyakorlatilag ez a film, ez még inkább kapitalizálta őt a nagy sztárok között, és egyébként ugye már sokkal korábban, a 40-es évek végén már feltűnt filmekben, a Janikát tudom például mondani, tehát hogy ő már több filmben is szerepelt, de igazából tényleg igazán az állistás sztár státuszba ez a film repítette föl. Szóba hoztad a korszakot, Viktor, és fontos egy kicsit visszaidéznünk azon nézőink kedvére, akik esetleg nem annyira ismerték a korszakot, például én sem, hogy mi is történt ugye ezek ebben az időkben. Nézzünk egy kis filmhíradót. Ismét az érdeklődés középpontjában, ezúttal az év sportolói, akik átvették a magyar sportújságírók emlékplakettjeit és az ezüst vándorserleget. Az elmúlt év legjobb női sportolója Németh Angéla gerelyvető olimpiai bajnok, edzője Koltai Jenő. A 14 éves Gyarmati Andrea került a második helyre, edzője édesanyja Széke Éva. A legjobb férfi sportolónak járó serlegre másodszor került Zsivószki Gyula neve. Kajakozó olimpiai bajnokunk Hesz Mihály a harmadik lett. A legjobb csapatnak járó serleget és emlékplakettet az olimpiai bajnok párbajtőr csapat érdemelte ki. A Népstadionban 80 000 szur
kolót, tapsolta végül a karnevált, na és természetesen a karnevál hercegnőt Kismanyit, s mint illik az ünnepi pesgőt jó nagy üvegből Major Tamás üríti valamennyünk egészségére. Kazan László után Jumur Dzsák, azaz Bárdi György érkezett. Harangozó Teri, oldalán Korda György. Aztán a konc Aracki kettős mögött Bodrogi. Csak mindig a szerencsét hozza el. A Rátonyi család külön produkciója. Zűr a szúron. Űrutas érkezett Kabos László személyében, éppen itt repítik majd a világűrbe. És ezután következzék a színész újságíró rangadó, a szúr. Bozsik József a bíró és Takács Mari végzi el a kezdőrugást. Már is záporoznak a lövések Kós János kapujára, illetve mellé, fölé. Ezt alaposan megtanulták a nagyoktól. Bár nagyon sokszor ugye propaganda hírekkel és propaganda híradókkal találkozunk, egy valamit bizton állíthatunk, a sport teljesítmények azok mindig hűek voltak önmagukhoz, és azt, ami a filmhíradóban elhangzott sport teljesítmény, mindig valóban az történt meg. Ezt nem lehet ugye a sportolói sikereket elvenni a sportolóinktól, akik fantasztikus eredményeket értek el. Maradjunk ennél a kornál. Bence mindig említi a sötét 50-es éveket, amikor az a legsötétebb kor volt, születtek filmek, ugye nagyon szerencsétlen volt olyan film, amit pont az 56-os forradalom előtt forgattak, és aztán 56 után mutattak be. De itt 69-ről beszélünk. A 69-es év, te is mondtad, Viktor, már azért megjelentek ebben a filmben egy picit felszabadítóbb dolgok, pillanatok, amiből úgy az ember reménykedhetett, hogy van fény az alagút végén. Jól látom ezt? Igen, abszolút. Hát ugye érdekes áthallás, mert ugye Kála István írta ezt a darabot, tulajdonképpen ugye a Vidám Színpad egyik állandó szerzője volt kifejezetten Kabosnak, de a történet alapvetően nem volt előzmények nélküli, ugye azt hiszem 63-ban vagy 64-ben készült egy dokumentumfilm Kovács András rendezésében, a Nehéz emberek címet viselte, és a Kovács András több mint 400 olyan magyarországi feltalálóval beszélgetett, akinek a szabadalma végül is nem lett úgy mond sikeres, és ezek közül 5 olyan feltalálót választott a dokumentumfilmjének a középpontjába, akik gyakorlatilag, hogyha a szabadalmaikat kivitték, vagy kivihették volna külföldre, akkor gyakorlatilag világhírűek lehettek volna. És például az akkori vezetés annyira nem tudott mit kezdeni ezzel a dokumentumfilmmel, hogy személyesen először Acél Györgynek, aztán Kádár elvtársnak mutatták meg a dokumentumfilmet, és végül is ugye a főtitkár úr se igent, se nemet nem mondott a filmre, hanem azt mondta, hogy hát igen, ez egy valós probléma, amit a film feszeget, és utána végül is moziba került. Aztán Kovács próbálta továbbvinni ezt a dolgot, és még újabb dokumentumfilmeket akart, na azokat már nem engedte. Tehát az, hogy abban a légkörben egy ilyen, most akkor mit is csináljunk, hogyha van itt egy találmány, akkor azt engedjük, vagy ne engedjük. Azt, hogy ezt a film alapjául egy ilyen humoros környezetbe tették, ez egyfajta válasz is volt arra, hogy igen, tehát hogy nem nagyon tudott mit kezdeni a politikai beszűkültségnek a bornírtságával az akkori társadalom, de azért nyilván elvárta azt, hogy a külföldiek azért jöjjenek ide, és azért hagyják itt a valutájukat. Tehát mennyire beszédes jelenet, amikor ugye belép a szállodába, és amikor megszólal a vezető londiner, akkor mikor kinyitja a száját, oda teszi be a jattot a kiskabos karaktere. Tehát, hogy igen, ha van pénz, akkor fogd be a szád, és csináld, amit a rendszer elvár. De nagyon érdekes, amit a találmányról is mondasz, mert az is egy olyan jelenet, ami szintén hűen tükrözi az egész Kádár rendszert, hogy hagyunk titeket kicsit találmányokat kitalálni, de hogyha egy icipici kockázat van, már elvtársak, akkor már vissza kell lépni 3 lépéssel, nehogy véletlenül az a minimális deficit, amit egyébként biztonsággal megtervezünk minden évben, az esetleg profitot hozzon. Végtelenül hálás vagyok az igazgatóságnak, hogy másfél év és több mint 22 beadvány után bemutathatom a találmányomat. Íme a Holló Zoltán féle ultrapatyolex, amelyet 5 éves kemény munkával alkottam meg egy 3-ajtós szekrényből. Az első példány sajnos felrobbant, aztán amikor kijöttem a kórházból, akkor láttam hozzá a
tökéletesítéséhez. Kolosszális, fantasztikus. Az elvtársak egyből föl is teszik a kérdést, hogy most a biztos, de kicsi veszteséget kockáztassuk esetleg egy bizonytalan bevételén. Tehát jobb inkább biztosan kicsit bukni, mint hogy esetleg egy nagyot is bukjunk. Tehát ez a fajta mentalitás, ez nyilvánvalóan abban a korszakban nagyon-nagyon jellemző volt. De hát azért a filmnek van néhány elég erőteljes bonmotja, amit szerintem azért a mai napig tulajdonképpen mondjuk, hogy lehet idézni. Tehát az, hogy mikor mondja a Kabos karaktere, hogy itt mindenki okos, tehát sok itt az okos, aki meg nem okos, annak is megvan a magához való esze. Tehát, hogy ezek annyira emblematikus mondatai tulajdonképpen is egyfajta üzenetei a filmnek a társadalomhoz, amiket tényleg a mai napig, hogyha arról van szó, hogy azt a korszakot miként és hogyan írjuk le, akkor ez a film ez egy nagyon jó példa, mert ugye most, ha belegondolunk, hogy a második világháború után a filmművészetben meg miként csapódott le az, hogy egyes periódusokban megengedték egy kicsit jobban a gyeplőt, aztán hirtelen visszahúzták, ugye ez a 69-70, a 70-es évek eleje, az megint egy picit egy engedékenyebb periódus volt, ezek a filmeken is látszik, például ekkor ugye jött a Tanú is, ami ugye sokáig dobozba volt, vagy a Isten hozta őrnagy úr, de ott volt például az Agitátorok szintén, vagy a Feldobott kő, tehát ugye ezek abnak a korszaknak egy olyan emblematikus filmjei, ahol úgy mindenki csodálkozott, hogy hoppá, hát erről akkor mégiscsak lehet egy picit jobban beszélni, és aztán ugye a 70-es évek végén megint egy olyan periódus következett, amikor gyakorlatilag sokkal jobban bezárt a rendszer, és például akkor már ezt a filmet nem lehetett volna elkészíteni. Szerencsére egyébként a folytatása, ugye a 7 tonna dollár, ugye az elkészült, de az már közel sem tudott ekkora sikert befutni, mint a Verébis madár. Viktor, mondtad itt, hogy beszéltetek itt a valutáról, milyen jó, hogyha behozza valaki a valutát, és jó sok pénzt lerak, akkor nincsen semmi baj. Nézzük meg a Balatonparti vendéglátás című részletünket. Nem visel filincset a szívén. Nem kell a gazdag lány. Az, hogy tipikus korkép. Azt mondtad, Viktor, igen, hogy ez annyira tipikus, és a sör se literes ma már, hanem ott, illetve hát ott még literes, de ma már nem az. Igen, hát ételhordó. Hát ugye ezt az egész jelenetet ki lehet gyakorlatilag, amit itt most a bejátszóban látunk. Tehát az, hogy a nyomorognak a törülközön az ételhordóból eszik a rizses húst a lelkes dolgozók, a kerítésen túl, meg a dolláros vagy a nyugat-európai valutás hazalátogatók, külföldiek, és ugye azok után átsigózik mindenki. De hát ugye ott se jobb, mert a fiatal táncoló pár meg ugye azt mutatja meg, hogy az ottani fiataloknak nincsenek olyan komoly céljaik, mint a szocializmus építésében aktívan résztvevő magyar ifjúság, tehát hogy ők ott a napon csak itt tengnek-lengnek egy ilyen nagyon pszichedelikus zenére, tehát a Hildebrand Istvánnak a film operatőrének ez például egy nagyon emblematikus jelenete, ugye folytatódik még tovább a jelenet, ahogy a Kabos ugye ott elterül a nyugágyban, és leveszi a pezsgős poharat, a koktélt, és ugye a pincért beküldi a
pincér ruhában a Szöszihez, a Piris Ildikó alakított a Szöszihez, és hát ugye tálcán pincér ruhába beviszi neki a gumimatracra a Balaton közepére kvázi az italát. Tehát, hogy ez az egész jelenet sor annyira emblematikus a korra, hogy igen, gyere ide nyugati magyar, vagy külföldi, és itt kövesd el a pénzedet, mert arra már nekünk szükségünk van. Nagyon érdekes, hogy említetted ezt a pszichedelikus vonulatot, ami tényleg nyomon követhető ebből a jelenetből, meg egyébként több más jelenetből is, de biztos láttátok 1969-es film szintén a Kovács Andrásnak az Extázis 7-től 10-ig. Csak ha akkor jegyzem meg, Hobó, akkor még ugye nem énekesként, ugyanígy táncolt, mint itt ez a házas pár, ez a párucska. Hát ez a kor nyugati divatja szerinti tehát tánc, a lemásolása tánc történt a magyar igen, is. igen. És hát ugye, ha most visszaemlékszünk a Verébis Madárnak az elejére, ott is például a beat zene, hogy milyen szöveggel van, hogy csak annyit mondok, és akkor megy a sikítás. Tehát, hogy ez a beat korszaknak is, meg ugye akkor az akkori fiataloknak, ugye az előbb említettem például az Eltávozott nap, vagy a Fejlődés című filmeket, ugye Mészáros Mártának és Bacsó Péternek fantasztikus filmjei, amik szintén az akkori kor fiataljainak már létező rendszerellenes problémáira világítottak rá. Tehát már akkor lehetett Magyarországon is ilyen filmeket készíteni. Beszélgettünk itt nyugat és kelet közötti különbségről, és a kis embereket is, amit tetted néhány perccel ezelőtt. Most azt a jelenetet nézzük meg, amikor 1953-ban tényleg a Rákos rendszer egyik legsötétebb évében, ez egy bizonyos kis ember fogja magát egy vaspari-pára pattan, és megszökik. Tulajdonképpen disszidál, akkoriban ezt így mondták, emigrált. Hol a magyar, hol az osztrák fiúk az élen? Öldöklő küzdelem jellemzi az 1953 évi Budapest-Bécs-Budapest kerékpáros verseny határ előtti részhajráját. Eszményi kerékpáros időben vágott neki 24 főnyi mezőny. Izgatott tömeg várja a hegyeshalmi határsorompónál, hogy kinek a kerékpárja gördül át először a magasra lendülő piros-fehér-zöld sorompó alatt. Fej-fej mellett halad a fehér-tikós magyar és a vörös-tikós osztrák éllovas. Jól van, sikerült! Örömmel jelentette minden hegyes halomról, hogy elsőnek Kucsera kettő száguldott át osztrák területre. Jó lenne a többieknek is oda kiáltani, hajrá, magyarok, gyerünk, fiúk, továbbra se lankadjatok, mind a 24 versenyző elhagyta határt. Most 25-ként tűnt fel Stockbauer, a bécsi Rapid neves versenyzője. Mestről csak 24-en indultak, akkor itt valaki illeték... De mindent csak előre, fiúk! A magyar láb, a magyar szív, a magyar kerékpár, mindent bele! És ne feledjétek, visszavárunk benneteket! Sokféleképp át lehetett lépni az osztrák-magyar határt, tehát így valószínű, hogy biztos nem. Így biztosan nem. Ezeket meg pláne nem. De nekem ebben a jelenetben pont nem láttuk azt a részt, de ezt megelőzően, hogy ahonnan a kisgabos karakter elindul, a vörös lendület kocsmája, ez van kiírva a táblán, tehát a vörös lendület kocsmája, a fölpattan a biciklire. MGTS kocsmája, igen, tehát ott az... Igen, és a vörös lendülettel elhagyja az országot. De ez a film nagyon sok fricskát pöcköl a Kádár rendszer orra alá, ironizál, tényleg szatíra, ahogy az előbb az Eszter is említette. Ugyanakkor ezért érdemes megnézni a filmnek a végét, az egy hűséges a Kádár rendszer mellett, hiszen mit is mondanak ott ki a filmszerep? Ugye ott az van, hogy ugye a határőr nézi, hogy hát merre járt a kedves vendég, és ugye ott a végén megjegyzi, hogy hát akkor majd haza tetszik jönni, vissza tetszik jönni majd legközelebb, és akkor ugye ott azt mondja a főszereplő, hogy nem kérem, mi itthon maradtunk, de tessék velünk úgy bánni, mintha visszajöttünk volna. Tehát ez, és ugye ezt a, mintha visszajöttünk volna, és ugye ezt a film végén többször is megismétli a főszereplő elhalkuló hangon. Tehát valóban ez egy hűségeskü volt, de egyfajta tényleg kinyilatkoztatás is, hogy mi, akik itt élünk, azért ne tessék minket hülyére venni most már, mert azért ugye látjuk, hogy mi történik a vasfüggönyön túl. Tehát ugye az elszigetelődés már közel sem volt annyira komoly, mint mondjuk a korábbi évtizedekben. És hát nyilvánvalóan a rendszernek tudomást kellett erről szerezni, hogy azért a mai, az akkori kor embere azért nyilván már többet akart, de volt benne egyfajta lojalitás is. Mert hát nyilván nem akart mindenki külföldre menni, nem akart mindenki külföldön szerencsét próbálni, hanem ő a haza szeretetéből akart a képességei alapján az országon belül megélni, és ez valóban egy fontos üzenet volt minden szempontból. Akkor ez a film egy kicsit a haza szeretetről is szól. Így
Egyébként igen, tehát az, hogy meg lenne a lehetősége az itthon maradt ikertestvérnek elmenni, bele is kóstol a legjobba, de ő mégiscsak visszajön, mert hogy ő mégiscsak a hazafi. Tudás Viktor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönjük, hogy eljött hozzánk. Nézőinknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak. Nézzük meg együtt akkor ezt a szatirikus filmvígjátékot Medvecki Ilonával, Piros Ildikóval, a főszerepben pedig Kabos Lászlóval. Jó szórakozást kívánunk, találkozunk a jövő héten, viszontlátásra. Jó szórakozást, viszontlátásra.